Az ingatlanos szakma milyen presztízsű az emberek szemében? Az első válasz érkezik anonimtól. Azt mondja, valahol a csatorna patkány és a bélférek között lehet. Aztán következő anonim válasz, nem véletlenül van, hogy a Pornhubon is ingatlan szex külön kategória ezek szerint. Náluk a másik nagy probléma az alkohol. Folytathatnám tovább, nagyjából ilyen és hasonló jellegű válaszok érkeztek. Viszont az én véleményem az teljesen más. Én azt látom, hogy ma már, amikor valakivel leülök tárgyalni, abszolút partnerként kezelnek. Illetve, hogyha megnézitek, akkor egyre több a különböző ingatlan közvetítők között az, akinek diplomája van, akinek magas iskolai végzettsége van, és egyre több jó minőségű hirdetést is találtok. Tehát tényleg ebben a szakmában ugye elég jól lehet keresni, ebből következően elég sok olyan ember dolgozik itt, akik felkészültek. Valakinek egy ingatlanát értékesítem és egy megbízást sikeresen teljesítek, akkor az ingatlan szakma presztízsén is kicsit segítek. Egyébként, ha van kedved, akkor nézd meg a Google oldalamon a véleményeket, ott azt hiszem 40-valahány véleményt találsz, és azok közül egy volt, ami negatív, a többi az mind pozitív. Az ő szemükben azt hiszem, a mi szakmánknak más a megítélése, mint a gyors válaszolók körében. Tehát ebből a szempontból szerintem azért kezdünk egész jól állni. Yeah.